Nyugodtan készülhet a kontinens viadalra Szikszai Róbert, Kerekes László tanítványa már korábban kivívta a részvételjogát. A nyíregyházi diszkoszvető ezen a héten a tatai edzőtáborban igyekszik a lehető legjobb formába kerülni. Jó állapotban vagyok, most az utolsó 3-4 versenyeken már 63-64 métert is dobtam. Úgy gondolom, hogy ez az eredmény elég lehet ott egy döntőre, aztán ott majd kiderül, hogy mi lesz. Gyulai Memoriálon fogunk még addig indulni, ott 80 leszünk, nagyon erős mezőny, úgyhogy ez egy jó próbá lesz. Münchenben a megszokott időrendtől eltérően lépnek majd dobókörbe a diszkoszvetők. Délelőtt lesz a verseny, fél 10-kor lesz az első csoport, fél 11-kor a második, úgyhogy mindenképpen itthon is úgy készülünk, hogy délelőtt vannak a dobóedzések. Reggel nyilván másabb, teljesen más az embernek versenyeznie, mint délután, de most ezt kell ezt megoldanunk. Ott lesz az Európa-bajnokságon a magasugró Bakosi Péter is, aki a fedett pályás bajnoki címét követően megsérült a szabadtéri bajnokságon. A felkészülés nagyon jól sikerült, ez látszott a fedett pályás eredményeken, Péter fejben is fizikálisan nagyon jó volt. A nyári szezon szintén jól sikerült, jól indult, jó versenyeket nyert, stabilan ugrott 220 cm, és erre jött a magyar bajnokság, ahol pont a 216 centi volt azt hiszem a magasság, amikor lecsapott egy nagy vihar, szél, és megzavarta a versenyzőket. Péter egy rosszul sikerült beérkezés után a térdével fejbe rúgta magát, és így eltört az orra. Úgyhogy innentől kezdve szurkoltunk azért, hogy végül is a nevezhető 26 atlétába benne maradjon. A nyíregyházi magasugró is rajthoz áll majd a székesfehérvári Gyulai emlékversenyen. A július hót azt végig dolgoztuk. Egy verseny indult Kassán, abból a szempontból volt jó, hogy megnéztük, hogy nem ez zavar esetleg a volt sérülése, hogy nem félti az orrát, de vásároltunk egy maszkot, arcmaszkot, amiben tudott ugrani, úgyhogy semmi probléma nem volt, jól ugrott, jól mozgott. Most már igazából nem az edzésnek a mennyisége, hanem a minősége az, ami dominálni fog, és ráadásul lesz 8-án a Gyulai Memoriál, ami azt gondolom egy nagyon-nagyon fontos verseny. Miután nagyon jó pontszerző verseny, a következő évi világbajnokság szempontjából ez nagyon fontos. Tehát, hogy ott jól szerepeljen, jól ugorjon, mert úgy szeretnénk, hogyha a hazai világbajnokságra is tudná kvalifikálni magát. Szikszai és Bakosi mellett harmadik nyíregyházi atlétaként a gyalogló Helebrant Máté utazik még az ebére. Pokrovenszki József tanítványa edzőjével együtt Szlovákiában készül a kontinens viadalra.